Sziasztok! A mai videóban opening. Méghozzá elosztom nektek egy nagy filmdobozt az UEFA Euro 2020-asból. Ugye ez tartalmaz 8 csomagkártyát és 4 limitedet. Ugye az a 20-asba, ugye a Panini FIFA 3 az 20-asba, abból 8 csomagot tartalmazott és 7 darab limitedet. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye itt van, hogy UEFA mindenhol. Jól néz ki ez a doboz. Az ára az 4500 forint. A design elég jól néz ki, de akkor nézzük is. Itt fölül kell kibontani. Jó ez a kis doboz. Ide rakom nektek. Akkor itt van a fém doboz. Így még jobban néz ki. Nézzük. Hoppá, itt vannak a limitedek. 4 darab limited van, ugye? Azokat ugye most félreteszem. Itt van 4 limited. Itt lesz fönt. Kivesszük a csomagokat. Itt van 4. És akkor még 4 csomagot kell kivenni. Pont megvan a 8. Rázárom, és akkor itt lesz. Limitedek itt fönt vannak. És akkor itt van 8 csomagkártya. Így kirakom nektek, hogy lássátok, hogy mennyiből mennyi van. Ronaldosból 3 van, így Ronaldosból van, meg a De Bruyne-esből van a legtöbb. Ramososból 2. És 68 darab kártyánk lesz, és majd belerakok az albumba. Ha nem láttátok az albumos videót, akkor itt jobb felsőben megbírjátok nézni. Akkor nem is húznám tovább a szót, kezdjük egy Ramosossal. Ugye rér 12 pakkonként van, nekünk már esett egy Ramos. Azt is itt jobb felsőben megbírjátok nézni, ugye a lejátszás listában ott található. Ott valami nagyon csillog, gyerekek. Egy Suchek, Larsen, egy Dzikia, Skov, 3 csillogos, Morel. Nézzük az egyik csillogost. Na, egy Virgil van Dijk, gyerekek! Elég jól néz ki, ő a csapatkapitány. Ezt ide is rakom. Kicsit előrébb hozom a fémdobozt. Itt van Virgil van Dijk. Jól néz ki, egy bónusz. Az angol csapatfelállás. Elég baron néz ki, gyerekek. Közelebb is hozom nektek. Akkor nézzük az utolsó csillogost, ami egy Larsson Power Up. Brutálisan néz ki a csillog. Akkor nézzük a következő Ramosos csomagot. Ez egy két csomagot bontottunk ki. Lorenzi, Klosterman, na, egy Courtois, Lengelt, 3 csillagos, Celik, nézzük az egyik csillagost, egy Williams, fans favorite, egy Eden Hazard, gyereke! Mennyi csapatkapitányt fogunk mi nyitni? Két csomagba. Szerintem ez gold. Nem, fans favorite. És nézzük a következő csillogost, ami egy Antoine Griezmann, gyerekek! Mi ez? Ezt valahova így ide kirakom. Nagyon jó volt ez a csomag. Akkor nézzük most egy De Bruyne-t. Ebből is lesz kódvadászat. Csak először a Panini FIFA 365-ösből lesz
sok kódvadászat. Hogyha érdekel az online játék, akkor itt tőlem tudsz szerezni kódokat. Akkor nézzük egy Debrémes csomaggal. Fans favorite. Egy pakkonként van. Ez is fans. Kyle Walker, Rodri, Martinez, Kimik, és akkor itt van 4 darab csillagos, mágikus pillanatkártya, itt van Lewandowski elől, egy ilyen Baku Host City, akkor nézzük az egyiket, egy Akhmetov, és egy Belarus csoportkép. Akkor most nézzünk egy limitedet, nézzük a kapus limitedet. Hopp, ez eldölt. Egy Gnok. Azt nem tudom hova rakjam most. Ide megpróbálom addig lerakni. Na akkor nézzünk egy Ronaldos csomagot. Kíváncsi vagyok, hogy mit nyitunk. Hát ha valami jót. De Donsker. Barisic. Kedizora. Ajeti. Egy bónusz. A dán nemzeti válogatott logója. Körbe az ezüst festése nagyon jól csillog. Egy Zirko, egy Wilson Lindelöf, és egy különleges, és Kilzi, itt nagyon balú gyerekek, azt hiszem ez ritka, ez egy official maszkot, úgy tudom, hogy ez ritka kártya, ennek nagyon örülök, nem tudom, hova rakjam gyerekek, hopp, leesett, szerintem addig valahogy ide rakom. Van egy Skillzy. És akkor szerintem nézzünk még egy limitedet. Ami ez lesz. Egy Delali limited. Nagyon örülök neki. Itt van Delali. Nagyon jól csillog. Eddig van egy kapusunk, meg egy Delali. Egy Gnok, meg egy Delali. Ide rakom őket, és akkor nézzünk most egy, hoppá, leesett, De Bruyne csomagot. Ginter, Alaba, Umtiti, Mur, és egy kód. Csoportkép, ami azt hiszem nekem szerintem megvan, ami megnézem. Egy Sancho. Egy Lewandowski, Piantek, Milik, Trio. Jól néz ki, nekem ez nincsen meg. És egy Milik Host City. Ugye ezek stadionok, ez a második stadion ebben a videóban. És akkor szerintem nézzünk még egy limitedet. Ami ez Virgil van Dijk! 2 van Dijk egy videóban, gyerekek. 2 Virgil van Dijk. El se hiszem. Akkor nézzünk egy Ronaldo. Egész jónak ígérkezik ez a filmdoboz. Eddig brutális kártyákat nyitottunk, gyerekek. Egy Deron. Mepham. Fleurer. Egy Guilherme. Egy bónusz. Na,
ez a holland válogatott felállás. Itt van megint Van Dijk. Tele van Van Dijkokkal ez a fémdoboz, gyerekek. Egy Gündogan. Egy Can, Gündogan, Kroos trió. És egy Poulsen. És akkor nézzük most egy Kevin De Bruyne-s csomagot. Hát, ha valami durvát nyitunk. Mondjuk még egy Van Dijkot. Egy Karaman. Sár. Tom Lawrence. Bednarek. Egy Mikolenko. Ikone. Zinchenko. Amsterdam stadion. Három stadion egy videóba. Akkor nézzük meg a limitedet. Hát, ha egy durva limited lesz. Egy Kylian Mbappé, gyerekek! Nagyon kemény. Azt hittem, hogy Ronaldo lesz, de nem. Kylian Mbappé-nak még jobban örülök. Nagyon kemény, gyerekek. Nagyon kemény. Hát ebben a fémdobozban a limitedek nagyon brutálisak. Nézzétek, Kylian Mbappé-t. A videó végén még egyszer megmutatom nektek a limitedeket. Akkor nézzük az utolsó csomagot. Hát, valami durvát nyitunk. Ez a fémdoboz volt a legjobb. Egy Arajuri. Kanté. Na, egy Kanté. Petkovic. Forsberg. És akkor négy. Akkor három. Ceballos. Nézzük a bónuszt. Egy orosz nemzeti válogatott logó. Ez is jól csillog. És egy Schöne. És akkor a videó végén az utolsó limited. A csillogó. Na, egy Varán, Lenged, Rolis, trió. Hát ez a fémdoboz, gyerekek, tényleg nagyon kemény. Nagyon nem vagyok döbbenve. Nyitottunk egy Kylian Mbappé-t, egy Van Dijkot, még egy Van Dijkot, egy Kilzit, meg egy Hazardot. El se hiszem, gyerekek. A többi lap is nagyon jó volt. A Griezmannnak nagyon örülök, mert nincs meg. Ezeknek is, a trióknak is. Hát nyitottunk a videóban három stadiont. Meg is mutatom nektek. Itt van a három stadion. Hát ez, gyerekek, ez a fémdoboz. Tényleg még mindig durva volt. Ha nektek is tetszett, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!